Sziasztok! Ebben a videóban két barátnőnkkel, Rozival és Ágival szerepelünk, és egy kihívást fogunk megcsinálni. Ennek a kihívásnak az a neve, hogy Whisper Challenge. Az a lényege, hogy egyszerre csak ketten fognak szerepelni, és az egyiküknek a fején egy fejhallgató lesz, amiben tehát szólni fog a zene. Így nem fogja hallani, hogy mit mond neki a másik, és szájról kell olvasnia. Ezután, amit sikerült a szájáról leolvasni, azt továbbadja a következő személynek, és az továbbadja a negyediknek, és a negyedik végül kimondja hangosan, tehát így egy átlagos mondatból valószínűleg egy nagy hülyeség fog kijönni. Én ilyen csajózós dumákat szedtem, amiket majd el fogok neki mondani. Hallod? Nem? Jó. Tehát... Felszedlek... Megy már! Igen. Jó. Felszedlek, mint rőzseszedő anyóka a kézigránátot. Felszálltam a 8-as metróra, mielőtt leszálltam. Jó. Igen? Jó. Jó? Jó lesz, igen. Felszálltam a 8-as metróra, mielőtt leszálltam. Ez én kiabálom mondtam egyébként. Igen? Mondhatod még egyszer. Még egyszer. Felszálltam a 8-as metróra, mielőtt leszálltam. Na, mondhatom? Jó. A fodrászom tegnap adott egy hajbalzsamot, ami nagyon finom volt. Újra! Jó. A fodrászom tegnap adott egy hajbalzsamot, ami nagyon finom volt. Szerintem maradnál valahol. Jó, mondjad, jelvőszem. Csak utoljára. Jó. A fodrászom tegnap adott egy hajbalzsamot, ami nagyon finom volt. F betűvel kezdődik valami. Farád maradnál. Elmondjam, hogy mi volt? Igen. Azért, hogy felszedlek, mint rőzseszedő anyóka a kézigránátot. Mi van? Ez én mondatom, meg az volt, hogy felszállok a 8-as metróra, amiért leszálltam. Én még a fodrászom! Jajmás! Elkezdi fodrászom, a betűvásom, albásom, ami nagyon finom volt. Elkezdi farád maradnál. Tök mindegy, hogy mit mondok, úgy sem érted. Tök mindegy, hogy mit mondok, úgy sem érted. Nagyon őket. Pani nagyon jó ebbe. Tök mindegy, mit mondok, úgy sem érted. Még egyszer. Tök mindegy, mit mondok, úgy sem érted. De lassan mondok, és artikulálom. Tök mindegy, mit mondok, úgy sem érted. Tegnap a suliban elmentem. Úgy sem érted. Úgy sem megyek. Jó. Tegnap a suliba elmentem, úgy sem megyek. Még egyszer? Tegnap a suliba elmentem, úgy sem megyek. Mi van? Mondd ki! Tegnap a suliba elmentem hajat vágatni. Mondom, mi? Egész-egész tudom. Elmondja, mi volt? Az volt, hogy tök mindegy, mit mondok, úgy sem érted. És érzette. Rozi, Rozi, ez a suliban. Rozi, elmentem a suliban, úgy sem megyek. Figyelsz? Hallod, amit mondok, vagy nem? Nem hallod? Jó, kezdődik. Nes Mároly rágóval semmiképp. Még egyszer. Nes Mároly rágóval semmiképp. Jó. Tegnap a megállóban semmit nem ettem. Jó. Tegnap a megállóban semmit nem ettem. Megvan? Jó, föl. Igen. Mondhatom? Tegnap a megállóban semmit nem értettem. Még egyszer! Tegnap a megállóban semmit nem értettem. Tegnap a Milánóban semmit nem ettem. Tegnap a Milánóban semmit nem ettem. Én tegnap a megállóban semmit nem értettem. És a mondat? Ne, s már, hogy rágóval semmiképp. Én mondtam Milának, hogy ne, s már, hogy rágóval semmiképp. Tegnap a megállóban nem értem semmit. Mondhatom? Ne fogadj el cukorkát idegenektől. Mi? Ne fogadj el cukorkát idegenektől.
Úristen, újra, várjál! Ne fogadj el cukorkát idegenektől. Szerintem levegőt ettél? Vagy újra, egy utolsóra. Ne fogadj el cukorkát idegenektől. A fogadat kerested. A fogadat kerested. A fogamat és levegőt ettem. Még egyszer! A fogamat és a levegőt ettem. Valamit ettél? A fogamat a... és levegőt. Kis levegőt? Azt hittem, hogy a fogamat, kis levegőt ettem. A fogamat? Fogam. Kis levegőt? Zsíros. Ettem. Ettem. A fogamat, kis levegőt ettem. Fogammal zsírt ettem. Igen? A megfejtés? Most figyelj! A fogammal zsírt ettem! Mi? Én azt mondtam, hogy a fogammal kis levegőt ettem. Én azt mondom neki, hogy fogamat és levegőt ettem. Ne fogadj el cukorkát idegenektől! Na, tök jól értettem, hogy fogad! Szíves, hogy Peti zsíri magát, hogy tök jól értettem, hogy fog! Ez egy tevesző pulcsi? Mi ez a kép, pup? Artikulálj, ember! Ez egy teveszőr pulcsi. Mi az a két púp? Mi az a klub? Ez egy teveszőr pulcsi. Mi az a két púp? Ez. Ez. Egy. Ez. 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 Egy. Egy. Teveszőr. Egy levegő. Pulcsi. Egy pulcsi. Egy pulcsi. Egy pulcsi. Mi? Egy pulcsi mi? Mi? A két pup. Mi az a... Ja, mi az a két pup? Mondod, amit mondok? Ez már az, amit akarsz? Nem. Kezdem. Egy pulcsi. Mi az a két pup? Semmi nem értek, igen. Egy pulcsi. Ezzel kezdődik valami egyszer, vagy ettél. Mi az a két pup? Már neki segített, oké. Mi az a két pup? Így jó, mi az a kettő? Két? Vagy kék? Két kék? Micsoda? Pup. Búb. Mondjuk. Még egyszer, az elejétől. Jó lesz ez így. Egy pulcsi, mi az a két púp? Egyszer, mi az a két búb? Egyszer, mi az a két búb? Tehát újra mondom. Egyszer, mi az a két búb? És mindegy, ez jó, mint jó. Egyszer mi volt az a kút? Mi volt valódi? Majdnem. Ez egy teveszőr pulcsi? Mi ez a két pú? Basszus, pedig ezt a műsorom is, de te mit értettél? Én azt értettem, hogy egy pulcsi, mi az a két pú? Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Megvan? Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Jó? A nyúl nem megy a ló üregébe. A nyúl nem megy a ló üregébe. Elment a temetőbe. Anyu elment a temetőbe. Még egyszer. Anyu, koncentrálnéz. A kú. Nem a kukád. Anyu. Ja, anyu! Elment a temetőbe. Elment a temetőbe. Igen. Anyu, de elment a temetőbe, ebédel. Ez hülye. Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Ez nem tudom, hogy jött Áginak. Megidézetet, és ez jó lesz. És akkor indítsa az ember. Ja, igen. Az egyetlen mód a láthatatlanná válásra
az, ha egy vak rád néz. Most lassabban! Az egyetlen mód a láthatatlanná válásra az, ha egy vak rád néz. Az egyetlen... A tengernek? Mód. Mód. Múlik. Oké. A láthatatlanná válásra... Valaki levelet kap! Az, ha... Az a... Egy vak... Hervad? Rád... Rád néz. Nem látni! Mi? Jó, most mondd egybe. Mi volt? A tengernek múlik... Levelet kap! Király. A tengernek múlik... Levelet kap... Levelet kaptál! Nem látni! Hánytál? Újra! A tengernek múlik... Az egyetlen... Múlik... Buli! Levelet kap... Levelet kap! Nem látni! Nem levelet! A tengernek múlik... Levelet kap... Nem látni! Csak az egyetlen mulin lehet járni! Jó. Csak az egyetlen bulin... Mit mondtam? Lehet járni. Mi? Csak az egyetlen bulin lehet járni. Sok halszer bulizni estig. Na mondom. Ne nézz a napba, mert megvakulsz a fényétől. Na mondd még egyszer. Ne nézz a napba, mert tegnap megvakulsz a fényétől. Bevadulsz a... A fényétől. A végzettől. Tegnap bevadulsz a végzettől. Még egyszer. Tegnap bevadulsz a végzettől. Tegnap bekakítál a WC-től. Mehet. Tegnap. Tegnap. Bekakiltál. Bekakiltál. A WC-től. A WC-n. Hát a nagy magyar igazság az, hogy tegnap bekakiltál a WC. Én azt értettem, hogy tegnap bevadultál a végzettől. De mi volt tegnap? Ne nézz a napba, mert megvakulsz a fényétől. Ez kész. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó. Amúgy angol YouTube-osoktól vettük ezt az ötletet. Szóval ezért nincsen magyar cím ennek a kihívásnak. És hogyha tetszett, akkor lájkoljátok. Sziasztok! Sziasztok!